Műsorunk záró riportjában egy bácskertesi, azaz kupuszinai birkózót mutatunk be. A 18 éves Novics Dávid 10 éve birkózik. Tavaly országos bajnok lett a serdülő és az ifjúsági korosztályban is. Eredményeiért Zomborközségben az év sportolója választáson a korosztály legjobbjának nyilvánították. Novics Dávid szülőfalujában Kupuszinán, azaz Bácskertesen kezdett el birkózni, majd egy idő után a zombori Rádnicski birkózóklub versenyzője lett. A tehetséges sportoló, aki igaz már 3 éve Magyarországon, Orosházán tanul, a Táncsics Mihály gimnázium sporttagozatán, nem szakadt el a zombori klubtól sem. Tavaly Szerbiában a kötött fogású kategóriában a serdülő korosztályban, szabadfogásban pedig az ifjúsági korosztályban lett országos bajnok. A birkózást azért szereti, mert szerinte ez a sportág az életre tanít. Hát először megláttam az iskolában egy plakátot, hogy hirdetnek birkózást Kupuszinán, és akkor azt nézegettem egy-két napig, aztán hazamentem és mondtam a szülőknek, hogy szeretném elkezdeni, megpróbálni, hogy milyen ez a birkózás. Akkor mondt, hát nem, először nem nagyon örültek, mivel ez elég kemény, durva sport. És aztán elmentem az első edzésekre, nagyon sokan voltunk az öreg iskolateremben. Aztán így évek során egyedül maradtam, de nem bántam meg, mivel nagyon szeretem, és most már ez már minden napjainkban ez van. Minden nap edzek. A birkózásban az vonzott, hogy itt ebben a sportban csak magamra számíthatok. Itt, hogyha elrontom, akkor ezt saját magamat hibáztatom, ha nyerek, akkor saját magamnak örülhetek. És itt amit én megdolgozok, azt senki nem veti el tőlem. És ezért szeretem, ez vonz a sportban. Sokfelé jártam ebben a sporttal. Voltam Makedóniában, Bulgáriában, Szarajevóban, Horvátországban, Magyarország. Hát 2 éve voltam a Balkán-bajnokságon 5. helyezett. Tavaly voltam kadett fogású országos bajnok és junior szabadfogású országos bajnok, és hát a kadett kötött fogású országos bajnokságra vagyok a legbüszkébb, mert akkor bekerültem a szerb válogatottba, és akkor így a válogatottal utazhattam, válogatottal edzettem. Jelenleg Orosházán tanulok, most már harmadikos vagyok, a Táncsics Mihály gimnáziumban sporttagozaton vagyok. Minden nap edzek, hétfő, szerda, pénteken 2-szer, reggel is este, és hát pénteken délután este felé hazaérek, aztán pedig egyből ide jövök Mosztongába, és itt edzek a többiekkel. Az álmom az, hogy olimpiai bajnok birkózó legyek, és hogy nagy versenyeken ott tudjak lenni, és hogy az élmezőnyben végezzek. Dávidot mindenben támogatja az edzője is. Az első lépéseket szülőfalójában Kupuszinán tette meg Igor Frgics vezetése alatt. Az utóbbi 5-6 évben pedig én vagyok az edzője. Dávid sok szép eredményt ért el a hazai és a nemzetközi versenyeken egyaránt. Tavaly 2-szeres országos bajnok volt a serdülő és az ifjúsági kategóriában is. Mivel Magyarországon jár középiskolába, az utóbbi 3 évben csak pénteken este tud edzésre jönni, tehát 4 munkanapon magyar edzők dolgoznak vele, de ezzel nincs gond. Dávid rendkívül kitartó versenyző, intelligens, erős, jól mozog, gyors és szorgalmas. Egy élsportoló számára ezek a legfontosabb tulajdonságok. Tavaly csak azért nem jutott ki az európai és világversenyekre, mert megsérült. Rendkívül fontos a klub és a válogatott számára is, hogy Dávid velünk maradt, és amellett, hogy kiváló sportoló, nagyon jó tanuló és jó ember is. A hazai szakemberek mellett Magyarországon is felfigyeltek már Dávid tehetségére, ahol 5. lett az országos bajnokságon. A fiatal sportoló kisegítőként ott volt a tavaly Budapesten megrendezett birkózó világbajnokságon is. Tavaly szeptemberben volt Budapesten az világbajnokság, és hát a gyerekeket így válogatták, hogy ki juthat oda ki, és nagyon megörültem, hogy a Dávid kijuthatott, pedig vajdasági gyerek, és mivel ez Budapesten volt, azt hittem, hogy csak a magyar gyerekek juthatnak, és a Dávidnak sikerült, eredményeket nézték, és a Dávidnak sikerült kijutni. Úgyhogy 2 hétig a világversenyzők körülvették, és ez egy gyönyörű
Gyönyörű dolog volt, egy nagyon nagy élmény, hogy ott lehetett. A versenyzéknek szépen párnácskán vitte az érmeket, akkor vizet vitt nekük, akkor hát ilyen dolgokat, amit parancsoltak, azt minden szép helyen aludtak. Hát nagyon szép élmény volt. És most egy-két hete kaptunk egy szép levelet, hogy egy szép diploma volt benne, meg egy nagyon szép levél, hogy megköszönték, hogy a Dávid nagyon szépen helytált, és hogy ezt a levelet vigyázzuk, mert hogyha eljut majd tovább az iskolába, vagy valahova, akkor ez nagyon sokat fog jelenteni, hogy ezt a levelet vigyázzuk meg, hogy ilyen helyen volt. Hát amikor kicsike volt, akkor nagyon szerettem nézni, meg minden versenyen elmentünk megnézni, de akkor olyan kis édeskék voltak, meg hát dobálgatták, és most nem volt ez olyan félelem, de most az utóbbi időben nem megyek, nem szeretem nézni. Ez egy kemény sport, és úgy gondolom, most nem bírom. Most egy olyan időszak van, hogy nem bírom nézni, félek érte. Az étkezés az egy nagyon fontos dolog, amiben sok hús legyen, saláta, gyümölcs, nagyon oda kell figyelnem az étkezésére. És akkor ott is az iskolában, hogy jókat tegyen, ott is az internátban jókat főznek, és akkor azt mindig mondom, hogy azt mindent megenni, és nagyon szeretünk mindnyájon odafigyelni erre, hogy jó saláták legyenek, jó dolgokat tegyen ez a gyerkőc, ha már ilyen sporttól. Jelenleg Orosházán tanul, a sportgimnáziumban jár, most harmadikos, és ez Szegedtől 60 kilométerre körülbelül. Minden hétvégén utazik haza, utazik oda. Tegnap levizsgázott autóra, úgyhogy most odadom az autót, és bír menni egyedül. Ez minden mellett, még ez is sikerült neki. Együbbű minden. Nagyon szeretik ott is Orosházán, mindenfelé. Zenézik, táncol, mindent. Jó tanul. Ezt tudom mondani, hogy egy remek srác. Dávid tehát nem csak a sportban nyújt kiváló teljesítményt. 8 évig tanult trombitálni, tagja a bácskertesi fúvós zenekarnak és a Bokréta néptánc együttesnek, mindamellett Ízszíven néven saját együttese is van.